A nyíregyházi telephelyen 2100-an dolgoznak. A gyár jellemzően bővíteni szokta foglalkoztatotti létszámát. A termelésben résztvevő munkaerőre rendszeresen szüksége van. A cégcsoportnál folyamatosan két számjegyű volt a növekedés, ehhez a dinamikus fejlődéshez és nyereséges működéshez építette fel szervezeti struktúráját a LEGO, amin most faragniuk kell. A gyár első fél éves forgalma 2017-ben 5%-kal esett vissza, így 70 fővel csökkenti létszámát a nyíregyházi telephelyen is. Október elejére tudom azt az időszakot tenni, azt a néhány napot, amikor azt a döntést meg tudjuk hozni, hogy milyen munkakörökben, milyen területen kik lesznek pontosan név szerint érintettek ebben a csoportos létszámcsökkentésben. Ezt követően ők természetesen kapnak erről információt a vezetőiktől, és egy hónappal fogjuk feltételezhetően kézbesíteni nekik, illetve átadni a rendes felmondást, amit követően a felmondási idejüket fogják majd tölteni. A mostani létszámcsökkentés ellenére a nyíregyházi gyár bővítése folytatódik, mondta el Tóth Csaba, a cég HR igazgatója. Mi továbbra is készülünk arra, hogy a stagnálást követően egy új növekedési pályára futtatjuk föl a gyárunkat is, mint ahogy a LEGO-t is. Ennek megfelelően már fölépítettünk egy új processing üzemet, ahol dekorálunk és összeszerelünk. Folyamatban van az építése egy harmadik automataraktárnak, és gyakorlatilag a terveknél tartunk, illetve már a kivitelezés elején tartunk annak a lépésnek, ahol gyakorlatilag egy sokkal nagyobb volument fogunk megvalósítani csomagolás, processing, raktári tevékenységekre vonatkozóan. Tehát továbbra is bővülünk, tehát az elkövetkezendő években ugyanúgy fogunk tudni növekedni. A bejelentett létszámcsökkentést hatékonysági intézkedésnek nevezte a gyár igazgatója, főként adminisztratív munkakörökben szellemi munkát végzőket érint.